Az egészség, illetve az ápolt, gondozott környezet megóvása érdekében az országgyűlés módosította a nem dohányzók védelmére vonatkozó törvényt. Az új jogszabály 2012. január 1-én lép hatályba. Az intézkedés többek között a vendéglátóhelyeket, az oktatási és közintézményeket érinti. A jogszabály módosítással kapcsolatban dr. Kovács Ildikó tájékoztatta stábunkat. Tilossá válik a dohányzás a közforgalmú intézményekben, ilyenek a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, valamint munkahelyeken, közösségi közlekedési eszközökön, megállókban, játszótereken és az aluljárókban, és a megállók, aluljárók, játszótereknek az 5 méteres körzetében. A munkahelyekre vonatkozó szabályokban is történt változás a dohányzási körülményeket illetően. Dohányzóhely nem jelölhető ki a közforgalmú intézményeknek és a munkahelyeknek a zárt területén. A dohányzó helyeket a szabad téren a bejárattól számított 5 méteren kívüli helyre lehet kijelölni. A munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy az adott munkahelyet nem dohányzó munkahelyé nyilvánítsák, és ebben az esetben a nyílt szabad téren sem kell kijelölni dohányzó helyet. Zárt közegben csak dohánytermék bemutatókon vagy szállodák és éttermek szivarszobáiban lehet majd rágyújtani. Azonban ezeken a helyeken is ügyelnie kell az üzemeltetőnek arra, hogy a füst ne jusson át más helyiségekbe. Közoktatási intézmények, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények, valamint egészségügyi szolgáltatók területén nem csupán zárt, hanem szabad területen sem engedélyezett a dohányzás. A vendéglátó egységek kert helyiségeire, szabadtéri szórakozó helyekre azonban nem vonatkozik a tiltás. A dohányzás tilalmának szabályait az ANTS fogja betartani, ők ellenőrzik, hogy megfelelően tartják-e a tilalmat a dohányzásra vonatkozóan. Egészségvédelmi bírságot szabhat ki az ANTS abban az esetben, hogyha a szabály megszegését észleli. Ez a bírság 20-tól 50 ezer forintig terjedhet. A törvény hatályba lépését követően még 3 hónap türelmi időt hagynak, így addig az esetleges szabályszegés sem von büntetést maga után. Gyakorlatilag bírságolásra 2012. áprilisától kerülhet sor. Egyrészt türelmi idő kell ahhoz, hogy megismerjék az emberek a jogszabályt, valamint hogy kialakítsák azokat a feltételeket, amik a betarthatóságot lehetővé teszik. Nagyatádon már a tavalyi év folyamán történt intézkedés annak érdekében, hogy a közterek egy része füstmentessé váljon. Lehetőségük van a helyi önkormányzatoknak más közterületeken megtiltani a dohányzást. Ez a lehetőség továbbra is fönnáll, mint ismeretes. Nagyatádon van egy önkormányzati rendelet erre vonatkozóan, ami 2010. március 1-től tiltja meg a dohányzást a játszótereken, valamint különböző közterületeken, amik egészségügyi intézményekhez, oktatási intézményekhez kapcsolódnak. Az elmúlt évben táblák kihelyezésével határolták el a dohányfüstmentesnek minősített területeket a városban. Dr. Kovács Ildikó tájékoztatása alapján bírság kiszabására mindeddig nem került sor. A tapasztalatok szerint a nagyatádiak jogkövetők nem sértették meg a dohányzási tilalmat.